Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a Fit Balance rendezvényen, most fogunk majd bemenni, most érkeztünk egyébként meg. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a rendezvényt, de ugye ezt főként azért szervezik meg, mert ilyenkor lehetőségetek van kipróbálni olyan sportokat, olyan tevékenységeket, amelyeket mondjuk lehet, hogy magatoktól nem néznétek meg, és igazából tudtok aerobikozni, kangózni, és számtalan más sportot, így kb. Ezeket jutott eszembe, mert ennyire sportolok. És innen is köszönöm a Herbiotikumnak a jegyeket, szóval nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele, nézzük meg, hogy mi van benne. Igazából nekem így elsőként az lenne a kérdés,
kérdésem, hogy ez a szépségversenyes dologból, tehát hogy ebből a szépségkirálynő szerepből te egy ki szeretnél törni, vagy így mondjuk ezt a vonalat szeretnéd továbbvinni, esetleg ezt kombinálni szeretnéd valamivel? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, bevallom őszintén, rengeteg interjút adtam ma, és ezt még nem kérdezték meg tőlem, úgyhogy külön öröm számomra. Az az igazság, hogy a modellkedést azt ugye nem tudom lemosni magamról, ezáltal a szépségkirálynőséget sem fogom tudni. Azt gondolom, hogy van olyan szépségkirálynő megnevezés, hogy pozitív gondolatok jutnak az emberek eszébe, és pozitív gondolatokat társítsunk hozzá alapvetően. A jövőben szeretnék egyébként csinálni egy modelliskolát, ahol a fiatal gyerekekkel foglalkozom, és sajnos azt veszem észre, hogy az utóbbi időben nincs az embereknek önbizalma. És minél kisebb az ember, akkor kéne tudatosítani bennük, hogy az önbizalom a legfontosabb. Akármihez állsz, tedjed bele magad 150%-kal, és sikerülni fog, és elsúlykolni az emberekbe gyakorlatilag. Én is egyébként ezt az elvet vallom, hogy igazából tökre azt veszem észre, hogy nagyon kevesen vannak, akik úgy kellő önbizalommal rendelkeznek, és valahol egyébként én is ilyen vagyok, tehát hogy belém is kell is súlykolni, hogy na, legyen egy picit több magabiztosság, merjek oda jönni emberekhez. Tehát, hogy tényleg ez tök jó, és hogyha észrevettem, akkor igazából nálad ebben úgymond nincs hiány, és tök jó, hogy ilyen magabiztosan tudsz kamera elé állni, meg szerintem ez nagyon szimpatikus így az emberek számára. Ugye a mai napon műsorvezető voltál, és tényleg így az egész fit balanszot úgymond a nyakadba vetted, mondhatjuk. Milyen felkészüléssel járt ez, hogyan jellemeznéd? Hát ez egy hatalmas nagy kihívás volt számomra, és mérföldkő, amit szerettem volna megugrani, ugyanis nem titok, hogy a műsorvezetői pálya számomra nagyon-nagyon kedves, és gyakorlatilag ennek is tanulok. Ez egy nagyon komoly megmérettetés volt, mert nem csak az arénát vezettem a Krisztiánnal és a Tomival, pontosabban még vezetem is legalább 2 órán át, hanem a tévéműsort is én csinálom. Tehát idén a Fit Balance-ról a tévében, amit majd láthatni fogtok, azt én csináltam az interjúkat, illetve minden mértékben a stábbal együtt mi készültünk fel. Úgyhogy igazándiból nem készültem fel rá. Nagyon sokan kérdezték ma tőlem, hogy izgulok, de hát nem is látszik, hogy izgulok a színpadon. Sose izgultam. Én nagyon sokat álltam színpadon már gyakorlatilag 3 éves korom óta, és megtanultam azt, hogy az izgalmat azt átfokozzam, vagy inkább áthelyettesítsem azzal, hogy minél profibb legyek idézőjelben. Igazából igen, teljesen természet közelinek tűnik neked ez az egész közel, meg a szereplés, és engem nagyon sok olyan néző néz, akik ugye úgymond még picik, sulisok, tehát mondjuk lehet, hogy mondjuk egy osztály előtti szerepléssel, vagy akár, hogyha a későbbiekben ilyesmivel szeretnének foglalkozni, hogy tömeg előtti szereplés, akkor mit ajánlasz nekik, hogyan küzdjék le ezt a stresszt, vagy akár ezt a különleges helyzetet? Egy nagyon érdekes példával tudok erre jönni, inkább tanáccsal, nem is példával. Álljatok szembe a tükörrel, és kezdjétek el mondani azt, amit élőbe is szeretnétek. És gyakorlatilag, hogyha a tükörbe azt látod, hogy magabiztos vagy, és felkészültél, és elgyakorlod előtte kvázi azt, amit szeretnél elmondani, az nyújt egy magabiztosságot. Mert hát, ha a tükörbe te is úgy érezted, hogy profin csinálod, és jól érezted magad abba, amit látsz, akkor az nagyon-nagyon sokat segít. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Viki, és hát örülök, hogy megismertelek. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Na és hát most végeztünk a rendezvény. Most végeztünk a rendezvény. Most volt a fellépés. Nem, hogy... Igen, most jöttünk. Kamera forrad. Most végeztünk a rendezvényen, és igazából nekem megmondom őszintén, hogy ahhoz képest, hogy nem vagyok egy nagy sportos cicababa, nagyon-nagyon tetszett, és talán annyi hátránya volt, hogy nagyon hangos volt a zene, és ugye mivel több színpad volt, ezért tényleg hát nagyon nehezen lehet hallani, hogy hol mi van. Hát amúgy összességében szerintem jó volt, jól meg volt rendezve, tényleg az, hogy felvétel szempontjából mondjuk nem volt egyszerű. Hát abban nem volt. De egyébként nagyon jó volt, nagyon jó pörgő zenék voltak, igen. Jó voltak az órák. Sokat tényleg tornáztunk, ugye? Igen. De nem, tényleg olyan zenék voltak, hogy az ember azt érezte, hogy most így beállna és csinálná, de nem csinálta. Szóval annyira nem volt, nem, de úgyis jó volt. Ja igen, és amit ki szeretnék emelni, hogy ugye sikerült egy-két embert elkapnom így a rendezvény során. Nagyon pozitív csalódás volt Vicián Viktória, aki egyébként ugye a Miss Earth Hungary lett a tavalyi versenyen, a tavalyi szépségversenyen, és nagyon kis közvetlen volt, nagyon kis kedves. Szóval nagyon örültem, hogy tudtam vele interjút csinálni. Egy tündér volt, sugárzik volna a magabiztonság, tényleg ő nagyon jó példakép lehet a lányok, mert ezt most őszintén mondom, tényleg látszott rajta, hogy megszólal, nagyon, nagyon kedves volt, nagyon közvetlen. És nagyon magabiztos, igen. Tényleg. Úgyhogy
hogy ő tényleg egy nagyon-nagyon pozitív személyiség. Igen. És hát ugye voltunk több standnál is, ugye megnéztük a herbiotikum standját, ami tök szuper volt. Hoztunk is jó sok mintát. Úgyhogy igen, persze otthon kipróbálgatjuk, aztán elmondjuk itt a tapasztalatainkat. Tapasztalatokat. Igen, meg úgyis szerintem a körömpercekben is akkor kipróbálhatjuk. Igen, abban mindenképp. Nyilván, hát akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és majd jövünk a következő videóval. Elébe, Dercsi!